de nagyon kevéssel ment csak fölé. Harminc méterről, Csepregiről vissza, Kovács Ervin, újra emberbe lövi, hoppá! Kovács Ervin magyaráz Varga játékvezetőnek valamit, de ez is alig-alig kell. Még lejjebb volt, hogy úgy mondjam, mint a szabadrugás. Egyből rátette Simon, és nagyon jól kisűvített a léc felett. Szekeres fejelt újra, Csepregi vár, és ez a vesztes üveges hozza el. Süveges még, gólhelyzet! Petri vetődött bele, nem volt erős, de Petrinek így is bravúrra volt szüksége. Süveges dicsérte a helyzet. Pizsont kapja a bedobást. Marozsán könnyedén gólt szerezhetett volna. Váci, illetve dehogy is, itt a gólhelyzet, még egyszer, még harmadszor is, és Kiszi kihozza. Hogy aztán Klaus fölé rúgja. Na ez már valami tudomány volt. Ekkora gólhelyzetet kihagyni nem csekélység. Csábi, lesen van egyelőre. Ez a jó labda, amit Urbányihoz emelt át. Nagyszerűen látta Csábi, és ott van benn Váncsa, kapja is. Simon mellette Söveges, Kanyok még, gól helyzetben, semmi. Nem kell, igen, de rá kellett volna lőni, nem levenni. És akkor most nincs miért tüntetni a közönségnek. Újra Szekeres, Simonnal. Jó beadás, Kanyok! Gól helyzetben volt. Szorongatott helyzetből is meglepően jól adta be Szekeres, Kanyok pedig